A megszokottnál erősebb mezőny volt az idei első kanizsai fedett pályás teniszversenyen. 18 induló érkezett a megmérettetésre 6 városból, amit végül a zalaegerszegi Molnár József nyert meg, a második helyen végző Konstantin Filip előtt, aki a kanizsai teniszklubot erősíti. Nagyszerű mezőn gyűlt össze a hétvégi kupán Baranyás Zsolt szerint, ahol színvonalas meccseket játszottak a versenyzők. A szervező elmondta, az első fedett pályás mérkőzések leginkább a ráhangolódásról szólnak. Most kezdtük a fedett pályás idényt, 18 induló van különböző városokból, ez összesorsolásos kieséses teniszverseny, ezt azért csináltuk így, hogy szokják a termet, mert elég szépen elhúzódott a szabadtéri idény. Walter Péter szerint csak úgy lehet átállni a fedett pályás szezonra, ha minél több meccset játszanak ezen a borításon. Ide jó reflexek kellenek, itt nem igazán az erőlét számít, hanem a gyorsaság, ugye ez nagyon gyors pálya. Hát felkészülni úgy lehet, hogy az ember minél többet játszik ezen a borításon. A következő kupa egy nyílt páros teniszverseny lesz, amit várhatóan december 4-én rendeznek meg. Eddig 6 páros jelentkezett a megmérettetésre, de a szervezők továbbra is várják az új indulókat.